Ilyen volt és ilyen lett Magyarország. És ennyi maradt volna Franciaországból, ennyi Olaszországból, ennyi Nagy-Britanniából, és ennyi az Egyesült Államokból akkor, ha velük történik meg Trianon. De nem velük történt, hanem velünk. Ez az a páncélajtó, amely mögé csak hatan léphetnek be, és amely mögött ott pihen a trianoni békeszerződés egyetlen eredeti példánya.